Köszöntöm a megjelenteket, kedves nézőket és hallgatókat Facebookon és majd a rádióban. Köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk. Hasonlóan a korábbi alkalmakhoz lehet majd a beszélgetés első része során kérdéseket gyűjteni. A kollégák helyeztek el papírt és tollakat a székekre, úgyhogy bátran várjuk a kérdéseket, amiket a szünetben fogunk összegyűjteni, és akkor a második felében a beszélgetésnek a meghívott előadóink fognak a kérdésekre válaszolni. Akkor kezdjük is a beszélgetést. Bemutatom és szeretettel köszöntöm Hoffer József jezsuita atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. József atya számos lelki gyakorlatot vezetett már önismeret témában, és ezen találkozók során biblikus önismeretre próbálja segíteni a résztvevőket. Köszöntöm Mizsér Attilát, öttusázó olimpiai és világbajnokot, aki manapság már kommunikációs trénerként, coachként, mentorként tevékenykedik. Önismeret bővítésében segít edzői tréningek során, azzal a céllal, hogy a kommunikációs technikák által eredményesebb edzői munka jöjjön létre. Köszöntöm Varga Péter Pius pszichodrámavezetőt, bibliodráma kiképzőt, aki egyetemi oktatás mellett szemlélődő lelki gyakorlatokat is vezet, illetve folyamatosan tart pszichodráma önismereti és bibliodráma csoportokat. Köszöntöm Kovács András Péter humoristát, akiről tudjuk, hogy előadásai mellett nagy figyelmet fordít a jó ügyekre, több kezdeményezés mellé állt oda oly módon, hogy nyíltan és őszintén beszélt a családjában gyermekként megtapasztalt szenvedélybetegségről. Ahogy a felvezetőben elhangzott, a mai beszélgetésünk fókuszába azt a kérdést helyeztük, hogy mire jó az önismeret. Ahogy Avilai Nagy Szent Teréz mondta, az életszentség felé vezető úton az első lépés az önismeret. Kezdjük az elején. Szükséges-e önismeret? És ha igen, mikor, hogyan ismerjük fel, hogy szükségünk van rá? Honnan kezdődik önmagunk megismerése? Mi lehet az első lépcső? József atya, kezdi? Hát nekem szükséges. Számomra szükséges, hogy ki is vagyok én. Ha a Kosztolányinak ez természetes volt, amikor ott a halotti beszédben a halott fölött mondja, ilyen az ember, tehát egyedüli példány, tehát nem egyed, nem egy fajhoz tartozó egyet, hanem egyedüli, tehát valami személyes lelkünk, nevünk van, hát ha már így adódott, akkor kíváncsi vagyok rá. Ki is vagyok, én hosszan lehetne erről beszélni, de szerintem ez egy természetes dolog. Ha én önmagamat mondjuk, hát ugye hívő ember vagyok, tehát hiszem azt, hogy a Jóisten nem tévedésből teremtett meg talán. Volt valami szándéka mindannyiunkkal. Tehát kíváncsi vagyok, hogy ki is lehetek én. Úgy hiszem, hogy fontos kérdés. Azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az önismeretre, mert az ember úgy van teremtve, hogy vágyakozik arra találkozni azzal az egészséges énjével, ami benne van. Ezt nevezhetjük akár a benne lévő gyermeknek is, amit nemrég hallottam tőled egy interjúban, vagy nevezhetjük egy kalandnak is, ami lehet akár egy 40 évig tartó kaland, de hogy egy olyan út, ami egy élethosszig tartó folyamat. És ezt azt gondolom, hogy senki sem spórolhatja meg magának. Hogy ahogy elkezdődik az életünk, a növekedésünk, egyre inkább eltávolodunk attól az egészséges gyermeki énünktől, amivel születtünk, és amivel a Jóisten teremtett minket. És aztán később belátjuk azt, hogy és hosszú fáradtságos munkával próbálunk visszatalálni ahhoz az egészséges önmagunkhoz, amik egyszer valamikor voltunk. És jó esetben talán el is érünk valamennyire odáig, de hogy ez nem szűnik meg életünk folyamán. Szerintem saját magad ismerete nélkül elképzelhetetlen a világnak az ismerete. Hogy saját magad egy dombocska vagy, amire szépen felbalagva tudsz körbenézni a világra. És mindenki mást lát nyilván a világból az alapján, hogy ő maga kicsoda. És hogyha rossz dombon vagy, akkor rosszul szemléled az egész világot, akkor valami tök mást látsz.
És onnan, és kettő, tehát a önmagad ismerete, jó dombon lenni, és onnan megismerni a világot, az egymást erősíti, és vissza is hat egymásra. De szerintem elképzelhetetlen a jó önismeret nélkül a világ ismerete, és fordítva is. Jó estét kívánok mindenkinek. Mindennel egyetértek, csak csatlakozni tudok. Ugye nekem a sport volt, nyilván minden pici gyermek is elkezdi az önismeret útját járni, csak akkor még nem tudunk róla, 3 éves, meg 5 éves korban. Én 9-10 évesen kezdtem el az öttusázást, hát elég hamar fölismertem, hogy ott nem lehet mellé beszélni. Az egyéni sportok különösen arról híresek, hogy ott nem lehet kifogásokat keresni. Az eredményjelző tábla az megmutatja, hogy teljesítettem, és meg kell keresni az okát. Életen át tartó folyamat, teljesen nincs vége soha, tehát mindig lehet újabbat és újabbat felfedezni. Az egyediségünk az való igaz olyan szinte, hogy most nem tudom, hogy 150-200-an vagyunk, nem tudom, aki ebben járt, a 150 külön egyéni univerzum ül itt most ebben a teremben, és ennek a különböző 150 különféle univerzumnak, mindjárt az a feladat, hogy ebből minél többet megismerjünk, kiaknázunk, és az élet boldogsága gyakorlatilag az valóban elképzelhetetlen az önismeret nélkül, és utána meg kell tanulnunk szeretni is, mert föl fogjuk fedezni a csúnya oldalakat is, persze, erről majd egy kicsit később lehet beszélgetni, kibontani. Itt most csak annyi a lényeg, hogy az önismeret a boldogsághoz vezető út, anélkül nincsen igazi boldogság, miközben a boldogság sem egy tartós állandó folyamat. Tehát ha megtanuljuk azt a hullámzást, ami az életnek a természetes velejárója, akkor tudunk boldogok lenni. És ha felismertem az önismeret fontosságát, akkor hogyan tudom elfogadni önmagam? Mi segít, vagy mi gátol ebben az önmegismerő folyamatban, vagy mi segít, vagy mi gátol abban, hogyha elkezdtem, akkor folytassam ezt az önismereti munkát? Most kezdem innen, lehet, hogy akkor így oda-vissza. Hát az egy keserves folyamat, szerintem mindenki tudja. Tehát amikor szembesülök azzal, hogy valamiben nem vagyok jó, vagy gyenge vagyok, vagy esendő vagyok, nem feleltem meg a tanáraim, a szüleim elvárásának, tehát mégse vagyok olyan ügyes, olyan szép, az mindig ugye az egónkat kezd is érteni. Tehát ez, amit én egónak hívok, az egy kicsit én külön választanám attól a fajta, nem tudom, egyfajta entitásnak hívhatjuk ezt, ami nagyon szoros kapcsolatba tud kerülni a Jóistennel, meg mindennel, ami a Földön nem érzékelhető világról szól. Szóval ilyenkor az egónk elkezd berzenkedni piszkosul. Az nem létezik, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Felháborító, hogy most megszégyenültem a világ előtt. Tehát ez egy keserves folyamat, az önismeret útja. A sportot azért tudom mindenkinek ajánlani, mert az fölgyorsítja ezt a folyamatot, mert azonnali visszajelzést kap az ember, eredményjelző tábla mutatja. Meg kell tanulni először, hogy nem szabad mellé beszélni. Tehát minél tovább próbál az ember kibúvókat keresni, másra hárítani a felelősséget, annál lassabb lesz az önismereti folyamat. Itt most befejezem. Erre András? Csatlakoznék én is rá, hogy szerintem az önismeret egyik legfőbb gátja én magam vagyok. Egészen pontosan a mesélő, aki az én fejemben látja a világot, meg engem, és elmeséli nekem, hogy tulajdonképpen mit is látunk. És a mesélőről két dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy szeret történeteket fabrikálni, és kipótolni az információkat képzelettel. A másik pedig, hogy a mesélő rettenetesen smúzol nekem, és mindig én vagyok a főhős, a pozitív főhős a történetben. Tehát, hogy megyek az úton, reggel a forgalomban, valakinek későn jut eszébe sávot váltani, az én mesélőm pedig rögtön azt mondja, hogy nézd már a büdös paraszt, miért ilyenkor az utolsó pillanatban jut eszébe, bezzeg én kiálltam a sort, én milyen jó, türelmes, rendes sofőr vagyok, ez a szerencsétlen meg itt pofátlankodik, és feltart engem, aki sietek. Annak a szerencsétlennek a mesélője meg azt mondja, hogy itt ül a hátsó ülésen lázason a gyerekem, és nem igaz, hogy nem enged be ez a pöffeszkedő. Tehát, hogy nem nagyon sok információnak nem vagyunk a birtokában, amit konfabulálással tölt ki az agyunk. És úgy, hogy mi jöjjünk ki belőle jól. És szerintem ez a legnagyobb csapdája az önismeretnek, és az eredményjelző tábla pont ezért nagyon hasznos dolog, mert azonnal jelzi a valóságot.
De ugyanígy hasznos dolog az eredményező tábla mellett egy szonda, amelyik rögtön elszíneződik. A feleségem arca, ha valami olyasmit teszek, vagy csinálok, vagy a baráti visszajelzés, ami mind-mind nagyon hasznos. Tovább viszem ezt a gondolatot. Egyrészt az, amikor a vakfoltjainkkal találkozunk egymással. Tehát az önismeret ugye arról szól, hogy lassan-lassan kezd kitisztulni, hogy hol vannak a vakfoltjaim, mik a gyengeségeim, hiszen a gyengeségeinktől szenvednek hozzánk legközelebb állók, és a vakfoltjainkkal találkozunk egymással, tehát a két, aki mondja a narrátor, amit mond. És az önismeret valahol ott kezdődik, hogy kell hozzá egy elszánás, egy elszántság, és egy elhatározás, hogy én igenis akarok magammal foglalkozni. És talán ez a legnagyobb akadály, és az én magam vagyok nyilván. És én azt látom, hogy nagyon sok ember az életének a perifériáján él. És ahhoz, hogy elkezdjen kutakodni, hogy vajon mi akadályoz engem, ahhoz kapcsolódjuk másokhoz, kapcsolódjuk a családtagjaimhoz például, a legközelebb állókhoz, a gyerekeimhez, az kell egy felismerés és egy döntés, hogy én ezen szeretnék változtatni. És hogy ez nem olyan egyszerű, mert akkor valóban szembesül az ember a saját sötétségeivel, és de hát akkor lehet elkezdeni dolgozni rajta. Hogyan megy tovább ez a játék? Ez a kérdés. Visszanyúlok a Kosztolányi vershez. Ugye a végén mondja, hogy mert homlokán ott van a jegy, hogy millió közt az egyetlen egy. Tehát, hogy na most, ha nézem a evangéliumi történeteket, zseniális ebből a szempontból Jézusnak és Simonnak a kapcsolata. Tehát a kapcsolatokban, ha hívő valaki, akkor az Istennel való kapcsolatban, vagy az emberi kapcsolatom, a barátság, a közösség, azok adják meg nekem előbb-utóbb az én identitásomat, tehát tükröt tartanak. Tehát ez a következő út, hogy belebocsátkozom ezekbe a kapcsolatokba. Hogy mi a nevem, ugye nem Simon, hanem kiderül, azt mondja Jézus, hogy Péter vagy. Tehát, hogy ez egy folyamat, majd az életünk végén tudjuk meg, hogy mi is az én nevem. Ott van a jelenések könyve, egy kőre van írva az igazi nevem, tehát nem Hoffer Józsi vagyok, hanem önmagamat kell felfedeznem az emberi kapcsolatokban, és ugye amikor hát Péter először, vagy Simon találkozik Jézussal, és akkor azt mondja neki, hogy Simon vagy, de Péter lesz a neve. Tehát ez már a célszalag. Hát ugye szikla vagyok, hát ez tetszik neki. Tehát odáig kell neki majd kifutni. És elkezdődik egy barátság. Jó, mi azt mondjuk, hogy Jézus Isten is volt Isten, de a barátság, tehát elindul ebben a párkapcsolatokban, kezdem aztán, és Jézus Simon története az, hogy mindig közelebb és közelebb kerül a nevéhez. A emberek halásza, meg stb. Stb. Bocsánat, csak egy rácsatlakozhatok egy gondolat erejéig József atyára, hogy ez tök érdekes, hogy van ez az ilyen már-már közhelyessé fakult mondás, hogyha az erdőben kidől egy fa, és senki nem hallja, annak van-e hangja? És hogy neked, te létezel-e, hogyha nincsen ember, akinek megmutasd magad. Mert nyilván magadban rendben vagy, és azt mondod, hogy én egy csodálatosan jó ember vagyok, türelmes vagyok, amíg nem kerül hozzám közel valaki, és el nem kell kezdenem társadalomban szociálisan létezni. És azt hogy te ki vagy, azt valóban a másik embernek a szemével tudod igazán látni, nem a magadéval. Még csak egy gondolat, ha már Kosztolányit idézted, akkor József Attilát idézném, hogy hiába fülöztöd magadban, csak máshonnan moshatod meg arcodat. Tehát, hogy valóban kell egy másik ember, aki szembesít. Személy. Egy személy, egy másik személy, aki szembesít a saját sötétségeiddel, gyengeségeiddel, de hogy segít is abban, hogy ki tudjál teljesedni. Igen, tehát lényeg az, hogy önismereti munkát nem lehet egyedül egy zárkában végezni. Hogy önismeret. Hát lehet, csak messzire nem jut el az ember. És akkor vajon mi lehet az egészséges önértékelés szerepe, forrása? Hát ez az út.
Tehát az önismeret felé vezető út, ez nem jó kifejezés, önismeret felé vezető út, mert minden apró visszajelzéssel gazdagodik, ha elég bölcs vagyok hozzá az önismeretem. De hogy ez az út fog elvinni engem oda ezeken az apró kudarcokon, és az azt feldolgozni vagyok képes sikerélményeken keresztül jut el odáig az ember, hogy egyszer csak azt tudja mondani magára, hogy én jó vagyok úgy, ahogy vagyok, minden hibámmal, minden erényemmel együtt, akkor kezdhet kialakulni az egészséges önértékelés. Az önértékelés egyébként ugye egy furcsa kifejezés, mert mindenki tudja értékelni önmagát, csak egy is, hogy alul vagy fölül. És hogy a helyére kerüljön, ahhoz kell ezt az utat nagyon sok-sok ilyen apró kudarc és siker hullámon keresztül járni bátran, és szembenézni azzal, amit visszajelzett a világ. Hát a forrás, ugye? Forrás, tehát tulajdonképpen az első kérdés, hogy ki is az ember? Tehát, hogy az emberi személy az egy olyan titok, ami úgy tűnik, hogy még a jelenlegi természettudományos kutatások is igazolják, hogy az ember nem egy evolutív termék, persze megvan a magunk, de a Nature, illetve a Science-ben 10-15 évvel ezelőtt megjelentek erről cikkek, hogy a férfi és a nő, mint hát ember folyam, férfi és nő, 150 ezer évvel ezelőtt Észak-Afrikából indult el ez az ember folyam. Hát, és akkor az az ember, hogy 150 ezer évvel ezelőtt a gondolkodása, az érzésvilága, minden teljesen ugyanolyan volt, mint amilyen. Senki nem beszél erről. Senki. Hát a Nature és a Science az olyan, mint nekem a Biblia. Tehát, persze vannak, akiknek ez írtó kellemetlen, akik hát ilyen kis evolutív terméknek tartják. De hogyha én azt mondom, ha én ezzel tisztába kerülök, hogy az ember tényleg egyedüli, homlokán ott van a jegy, hogy az egyetlen egy, hát akkor ez kezd egy inspiráló valami lenni. Hát ha én ilyet mondtam volna a teológián, most nem ülnék itt, mint pap. Hát lehet, mint humorista, hogy mondtad, ekkora marhaság. Ugye, tehát, hogy egyetlen egy, és pontosan a legmodernebb géntechnikák, hogy a női mitokondriális DNS és a férfi Y-DNS vizsgálatából állapították meg, hogy egyetlen egy pontból indul el a férfi, és most mondhatnám, humorizálok, jó? Volt egy ős Ádám és egy ős Éva. Hát ez abszolút teológiai fundamentalizmus, bizonyos mokig. De nem tudják bebizonyítani. Tehát, hogy a természettudomány kilőtte azt a fajta evolúciós, biblikus tanítás, tehát ez óriási izgalom. Tehát amikor én kiderül, hogy hát egy ilyen fantasztikus titok vagyok, tehát mint ember csodálkozom rá magamra, tehát, mert különben az egész teremtett világ törvényfüggő. A természet törvénynek a alapján megmagyarázható a léte és a működése. De amennyiben igaz az, amit a Science és a Nature mond, kutatok, és nem tudták eddig megcáfolni. Tehát, hogy akkor ez viszont, hát ez egy brutális dolog. Hát ki vagyok akkor én? Tehát, ugye azt mondjuk teológiailag, hogy az Isten személyes lelket teremt belénk. Ezért nem vagyunk egyforma. Koszolányi agnosztikus volt, de mégis egyedüli, nem egyedek vagyunk, egyedüli. Tehát ő egy intuitív módon fogalmazta meg nyilván. Tehát én azt mondom, hogy az én emberi, ki vagyok én, mint ember? Tehát ez egy állati nagy kérdés, hogy én állat vagyok, ember, vagy mi vagyok? Vagy csak egy kis evolutív termék, egy véletlen ugrabugrásnak az eredmény. Marára élvezem ezt az egész szituációt, mert nagy tudós, nem, ezt az egyetemen se tanítják. Hát őrült, el is hoztam magammal, egy sejtkutató, Kellermeyer Miklós, őrültnek tartják, bár a fia, a Sotén, a dékán. Tehát ő ebben leírja, hogy ez a Science és a Nature, tehát ezt a kutatás, ő az államokban kutat. Senki nem beszél erről.
Ki vagyok én? Hát ember vagyok. De hát mit is jelent az, hogy én ember vagyok? Tehát, hogy nem egy törvényfüggő vagyok, aki elindulok egy egysejtűből is, hanem egy adott ponton megjelenik az ember. Hát nyilvánvaló, hogy a szervezetben van sok olyan összetevő, ami az evolúcióhoz köthető, de hogy én egyedüli vagyok, egyedüli. Hát ez átborzongató. Számomra ez a forrás. Ez a forrás. Visszatérve a kérdéshez, a forrásról nekem más jut eszembe, hogy az önismeret, az önértékelés forrása, hogy én arról beszélnék inkább, hogy milyen nagy sokszínűség van ezen az úton. Tehát, hogy annyiféle módon lehet az önismereti utat folytatni és járni, és hogy ugye, mindannyian képviselünk valamilyen fajta önismereti munkát, vagy stílust, vagy eszközt. Én a sajátomról tudok meggyőzően beszélni, de hogy ebben van egy sokszínűség, van egy pluralizmus, van egy, és hogy sokszor látok egy ilyen versengést ugye, a szabad piacon, amikor hirdetik magukat ezek a sarlatánok, vagy nem sarlatánok, vagy gyógyító mesterek. De hogy azt gondolom, hogy ebben én toleráns vagyok, mert hiszen fontos, hogy mindenki megtalálja a saját útját ebben. Hogy legyen az a kontempláció, legyen az a pszichodráma, az dramatikus önismereti munka, a bibliodráma, tehát ezek mind gyönyörű, szép módszerek, amik közel állnak hozzám, de hogy ezen kívül sok más van, amit egyikre sem mondhatjuk azt, hogy ez nem jó, ez a jó, ez az egyedül üdvözítő. Én azt gondolom, hogy a Jóistennek a megváltó műve, az mindegyikben valamilyen módon érvényesül. Talán mondhatjuk, hogy manapság folyamatos stresszben élünk, és nyomás alatt vagyunk, és talán a ma emberét az is érdekelheti, vagy az érdekli talán leginkább, hogy hogyan tudom csökkenteni a stressz hatásokat, hogyan tudok konfliktusokat megoldani, megfelelő önismeret segítségével például, ez segíthet nekünk konfliktusokat feloldani, és csökkenteni a minket ért stressz hatásokat? Hát szerintem egy konfliktus megoldásához nélkülözhetetlen, hogy lásd, hogy mi a megoldás. Tehát, hogy objektíven lásd, hogy mi a probléma, és arra mi a megoldás, és hogy a problémában neked mi a szereped, mennyiben vagy okozója, vagy mennyiben lehet megoldója, amihez meg egyértelmű, hogy tisztában kell lenned magaddal is. Tehát nyilván a konfliktus az valamennyire a lila ködről is szól, a függőről, ami az embernek ilyenkor leereszkedik és elhomályosul a tekintete, de én semmitől sem rettegek jobban, mint hogy egy konfliktusban nincs igazam. Már nem úgy, hogy nem az ego miatt, hogy a másik emelkedik felül, hanem hogy egyszerűen én valami olyasmi mellett kardoskodom, ami csak az én fejemben létezik. Hát ez az öntanulás. Andrástól eltérően én egy kicsit más gondolok erről, már arról a részről, hogy ha azonosítottam a problémát, kell tudnom a megoldást. Nem. Nem kell tudnom a megoldást. Az a kérdés, hogy van-e bátorságom, meg hitem ahhoz, hogy megpróbáljak rájönni a megoldásra, és akkor válik igazán intenzív önismereti út egy-egy probléma. Tehát az önismeret és a konfliktusok szét nem választhatóak. Na most, hogy hogyan lehet kezelni? Hát, és a bevezetőben említetted, hogy kommunikációs, meg motivációs tréner is vagyok. Hát, ha megtanulunk jól kommunikálni, vagy többféleképpen kommunikálni, azt tudom mondani, hogy az egy nagyon jó eszköz lehet arra. És itt megint csak fontos, hogy fölismerjem, hogy mit nem tudok jól kommunikálni, miért nem tudom a bajomat jól elmondani, hogy lehetne másképpen elmondani például. Tehát, hogy nem tudom, hazajön a durcás tinédzser gyermekem, nem akar hozzám szólni, én ezen azonnal fölhúzom a vizet, ahelyett, hogy mondjuk nyitottan feléje fordulnak, hogy mi a baj. Mert ugye nekem is viszem haza a terheimet, nem mindegy, hogy kezdődik ez a szituáció közöttünk. Tehát meg kell tanulni többféleképpen és tudatosan. Az már önmagában egy önismereti út egyébként, amikor az ember rádöbben, hogy egy-egy feszült szituációban én képtelen vagyok máshogy, mint az én saját természetemből fakadó módon reagálni. Ugye vannak, akik összerándul a gyomruk, és begubóznak, és elmenekülnének legszívesebben. Van, aki meg azt mondja, hogy na akkor itt van, mehet a csörte, és akkor én lenyomlak téged. Tehát elkezdődik
egy ilyen győztes-vesztes játszma, ami aztán szépen tönkreteszi az emberi kapcsolatainkat, hibáztatjuk a másikat, itt már jön az ego, amiről korábban kettővel vagy hárommal ezelőtt megemlékeztünk, és akkor az embernek az önismereti folyamatait elakad. Tehát, hogyha nem tudok konfliktusokat rendezni, az biztos, hogy még nem ismerem eléggé magam, és van még bennem potenciál, többiek is szóljanak. Én is ehhez csatlakoznék, hogy tehát a stresszkezelés, konfliktus kezelés az egy felületi dolog. Tehát az mind valamiről szól. Ha valamilyen helyzetben szorongok, vagy valamilyen helyzetet nem tudok uralni, vagy konfliktusba kerültek, hogy bánok az agresszióval, hogy bánok más agresszióval, vagy a saját agresszióval, hogy bánok, azok sokkal mélyebbre nyúlnak vissza, és ott kezdődik az igazi önismereti munka, mikor nem csak tűzoltást végzek, hogy mit tudom én, bedobok egy sört, vagy egy pohár kupicával, és akkor elsimulnak a dolgok. Az is egyfajta stresszkezelés, de hogy a stressz és a konfliktus valahol a felületen kapirgál, tehát hogy a mélyebb rétegek azok nyilván arról szólnak, hogy milyen mintákat hozok magamról, akár gyerekkorból, hogy bántak velem kisgyerekként a szüleim, szigorúan, nem szigorúan, megengedően, túl megengedően. Tehát, hogy ezek olyan minták, amik bizony felnőtt korban ütnek vissza, vagy hát hatnak ránk elakadásként, vagy szorongásként, vagy bármilyen olyan helyzetben jönnek elő, amik fölfűzhetők valamilyen korábbi mintázatra. És az önismeretnek a célja igazából az, hogy hát el tudjunk jutni annak a forrásáig. És erre vannak különböző utak, azt gondolom, és hát erről szól talán az önismeret, ez a lényege. Konfliktus tényleg így van. Tehát hogyan leszek én megvilágosult? Tehát, hogy megtaláljam az igazi nevemet a Bibliában, a név az a küldetésem, hivatásom, stb. Az csak én vagyok. Csak. Ez a legbensőbb énem, ahol az Isten lakik bennem. Na de nincs ember, aki birtokolna. Majd, ahogy a út vége, hát ez a létfeladat, hogy megtudjam, hogy mi a nevem. Van egy fantasztikus jó kis mese a három nyelvről. Tulajdonképpen egy fiatal fiú, ugye az apja nincs megelégedve a legénnyel, állandóan küldi újabb mesterekhez. Mit tanultál? Ugye egyszer megtanultam a kutyák nyelvét, utána megtanultam a békák nyelvét, és akkor megtanultam a madarak nyelvét. És tulajdonképpen az egész mese, amiről szól, hogy a kutyák azok a félelmek, rágódások, amit a családban, a társadalomban szedünk össze, amit elhiszünk magunkról, nem én kutatom az én, hanem engedem, hogy a közvélemény határozza meg engem, kisebb rendűségi érzés, gyűlölet, harag. Ez mind takarja az én igazi énemet. Tehát azt mondja, hogy pár beszédet kell folytatnom azzal, amitől én félek meg ezeket. A másik a békák, ott pedig folytatott a történet, nem akarom elmondani, de az az álmoknak a világa, meg a vágyaknak. Az álmainkban is nagyon sokszor följönnek olyan tudattartalmok, amik talán érdemes néha velük foglalkozni, közelebb visznek az énünkhöz, azzal is párbeszédet kell folytatni. És miután ezekkel mind párbeszédet folytattam, akkor elérkezik a legény Rómába, hát svájci történet nyilván, hogy ezért a gárdisták, meg az oda kötődő egyéb közösségek. Tehát bemegy a fiú, és nincs pápa, épp új pápát választanak. És végül ő lesz, mert megegyeznek a kardinálisok, hogy akinek a vállán, vagy nem, akin éreznek valami jelet feltűnni, az lesz a pápa. És a vállán két fehér galamb. És akkor hát te leszel. És persze nem akar. Hát, hogy én. És akkor mondják neki a galambok, mert közben megtanulta a galambok nyelvét is. Hogy menjél csak nyugodtan, majd mi sugunk neked. Erre azt mondják, most mondj egy misét. Szűz Máriám, hát. És akkor nyugodtan menjél, majd mondjuk neked. Tehát tulajdonképpen végig kell mennünk egy tisztulási úton, ahol párbeszédet kezdünk ezekkel a tudattartalmakkal, ami ott van a nevünk fölött, a lelkünk fölött, a személyiségem legbensőbb titka fölött, mint a guanó keményen vastagon, hogy József Attilát vagy. Ugye, tehát, hogy
izgalmas, gyönyörű játék ez a önismeret, egy lét feladat. Mondhatok egy konkrét történetet, mert ideig nagyon szépen elmozogtunk az általánosságok szintjén, csak hogy egy kicsi személyességet is megpendítsek, hogy igen, hogy több nyelvet beszélünk, és több rétegű egy konfliktus is. Én december 6-án, amikor az ikreim Mikulás napi ünnepsége volt az iskolában, Marcaliban léptem fel, és nem voltam ott az ikreim Mikulás ünnepségén. Miért? Mert a marcali fellépést szeptemberbe kötötték le, a Mikulás ünnepséget meg novemberbe találták ki. Tehát esélyem nem volt, eladva a teljes színház, holott én tudom, hogy az ikreimnek nagyon fontos, hogy ott legyek. A Mikulás ünnepségen kislányom szaval, kisfiam trombitál életében először közönség előtt, és azért is kiemeltem fontos nekem ez a kérdés, mert én végig úgy nőttem fel, hogy nekem apám soha semmilyen ilyen iskolai rendezvényemen nem volt ott, mert helyette, nem tudom én, piált, vagy a jó Isten tudja, hogy mit csinált, és egy idő után már nem is akartam, hogy ott legyen, mert nem akartam, hogy róla szóljon az a történet, hogy megjelenik ott valami botrányt okoz, és nem tudom, és az én pillanatomba belerondít. Tehát, hogy én eljutottam oda gyerekként, hogy egyszerűen nem csak tudomásul vettem, hogy az én apám nem lesz rám büszke iskolai ünnepségen, hanem nem is akartam, hogy én viszont szégyenkezzek miatta. És tökre elhatároztam, hogy én ezt a gyerekeimnél másképp fogom csinálni. És ehhez képest már az óvodai, vagy az iskolai Mikulás ünnepségen ebben kudarcot vallok. Nyilván mi történik? Keletkezik bennem egy feszültség, igyekszem a helyzetből a lehető legtöbbet kihozni, és írogatok a feleségemnek, hogy azonnal vedd föl videóra, és hogy 6-kor lesz az ünnepség, én csak 7-kor megyek színpadra, hogyha vége az ünnepségnek, utána hívjatok fel feltétlenül, hogy azért mégiscsak érezzék a gyerekeim, hogy én ott vagyok. Nem hívnak, hívom a feleségemet, nem hív vissza, föl kell mennem a színpadra, 6-tól vagy 7-től 9-ig fönt vagyok a színpadon, közben végig az dolgozik bennem, miközben 500 embert kéne szórakoztatnom, hogy de mi van az ünnepséggel, miért nem hívtak a gyerekeim, hogy magamra lettem én hagyva, ugyanúgy magamra hagynak a gyerekeim és a feleségem, ahogy az apám hagyott magamra gyerekkoromban, és ez a dolog a felszínen arról szól, hogy nem tudtam ott lenni, én ideges vagyok, hogy ők miért nem hívtak vissza, ők adott esetben idegesek lehetnek, hogy miért nem voltam ott, és mit hívogatom őket, és ebből tud lenni egy jó kis családi veszekedés. De ha elkezdem lehámozni a rétegeket, akkor rájövök, hogy ez a konfliktus ez nem erről szól, ez a konfliktus az elsősorban én bennem van, és az, hogy a feleségem nem hív vissza, az ugyanannak a dacos 7 éves kisgyereknek ugyanaz a reakciója, aki nem látta ott az apját a nézőtér soraiban. És ez az egész tulajdonképpen az akkori bennem lévő gyereknek, és az azóta is bennem ott élő gyereknek a reakciója. És ez nem egy konfliktus a feleségem is köztem, főleg nem a gyerekeim közt, ez egy konfliktus én bennem. És ennek a párbeszédnek nem a feleségem is én köztem kell megtörténnie, hanem a között a kisgyerek és én köztem. És azt a kisgyereket kell elsősorban megnyugtatnom, és aztán amikor lejövök a színpadról, és látom, hogy van 3 nem fogadott hívás a feleségemtől, akkor úgy visszahívni őt, hogy ez már bennem lezajlott, ez a beszélgetés, és tudomásul veszem azt, hogy nyilván nem azért nem hívott vissza, hogy engem bosszantson, nyilván ő pontosan tudja, hogy ez nekem milyen fontos, és amikor végre beszélünk, akkor nem arról szól, leérezzük. Na, ettől lesz izgalmas a beszélgetés. Szóval, hogy akkor nem arról szól köztünk ez a beszélgetés, hogy miért, hanem arról, hogy ő is kimondja nekem hangosan a telefonba, amit én már közben magammal megbeszéltem, hogy köztem és a gyerekeim közt egész más a helyzet, mint apám is én köztem volt. És a gyerekeim pontosan tudják, hogy tehát ebben nőttek fel. De tudják, hogy szereted őket. Így van.
Így van. És ez nyilván elsősorban önreflexívnek kell lenni, és átlátni azonnalilag ködön, ami olyankor így lehullik az ember szemére. És hogy mi szerepe van a konfliktusban az önismeretnek, ez? Hogy rágyere, hogy te nem az apád vagy. Piusznak akarok reklámot csinálni. Leggeniálisabb módszer a pszichodráma, vagy a bibliodráma. Mert visszavisz ahhoz a kisgyerekhez. És hát ez egy pszichodrámszom én is sokáig, és önmagam miatt. És fantasztikus, ebben rengeteget tanultam. Tehát voltam magisztere szerzetes növendékeknek, de éreztem, hogy nem ismerem egészen magamat, és ott, majd mesélj erről a pszichodrámmal, fantasztikus. Szerintem a pszichodráma, a bibliodráma, pont amit a Pius ér, a legjobb módszer, hogy megtaláld a gyermeket. Tehát a sérülésmentes, amiről beszélek, ami a szívedben, gyönyörű szakmája van. Köszönöm a reklámot. Szeretnék még is kapcsolódni, amit mondtál, hogy ismerős nagyon ez, és ismerős az a fájdalom is, amit az előbb megéltél, vagy amiről beszéltél. Sokat utaztam, sokat voltam én is úton fiatal pályakezdő tanárkoromban, mindenféle külföldi ösztöndíjak kapcsán, és nagyon átélem azt, amiről beszélsz, hogy nem tudtam ott lenni sokszor ezeken a szerepléseken. És hogy ezt azt gondolom, hogy megdolgoztam azóta. De hogy amit Hoffi atya mond, valóban az a műfaj, amiben dolgozom, hát tényleg csodákat látok, és katartikus történeteket élek meg, amikor emberek találkoznak azzal a gyerekkel, aki valahol a sebzett lett, vagy megsebezték, vagy valamilyen rossz dolgot tettek vele. És hogy tényleg, ha visszatalálunk ahhoz a gyerekhez, akkor onnan egy újra lehet írni a történetet. És ez a szép benne, hogy te ezt meg tudtad tenni, és hogy ez tényleg lehetséges. És beszéltünk itt még a beszélgetés előtt, arról a bizonyos Almásik itt is beszélgetésemről, ahol ezt mondtam Kittinek, hogy az utóbbi éveknek az egyik legerősebb döbbenete nekem, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, akkor nem azokra a gyerekekről beszél, akik körülötted vannak, hanem arról, aki benned. Igen, ezek szinonimák, azt gondolom, tehát benned lévő egészséges gyerek az egészséges mag, amilyennek téged a Jóisten teremtett. És hogyha azt, ahhoz hozzá tudok, minden közelebb hozzá tudok hozzámenni, akkor valóban ennek a kísérőjönség a béke. Egy belső béke és egy öröm, amit nem mehet el senki. Még mindig neked, hogy azért zseniális a módszer, mert ez nem egy személyes terápia, hanem ez csoportterápia, tulajdonképpen, hogy játékban történik meg a nagy felismerés. De máshogy én ott fekszem az asztalon, és akkor elvisznek egy utazásra, a pszichiáter, zseniális, van ilyen, meg minden. De ez a játékban történik meg, és hát na, csodálatos. Kell hozzá menni. Itt megpendítettük a békét, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan tudok békében lenni önmagammal, hiszen ugye fontos az, hogy békében legyek önmagammal, az emberekkel, a Jóistennel, és tudom, hogy József atya a lelki gyakorlatán is több módon ez szerepel, és körbejárják ezt a témát is. Hogyan tudok békében lenni önmagammal? Hát itt élőben Andrástól hallottunk egy konkrét példát, hogy ugye, és egy kulcsfogalmat, az önreflexiót hadd emeljem ki. Ahhoz, hogy békében legyek, ahhoz el kell fogadni magamat. Ha nem fogadom el, akkor nincs béke. Akkor háborúzik, hogy milyen szerepszemélyiségek küzdenek bennem, a hős a csalóval, a nem tudom, a alkoholista, a mit tudom én, a becsületes tanárral, és lehetne folytatni pszichodrámán, biztos ilyenek szépen a felszínre jönnek, hogy ki milyen élményeket fogalmaz meg egy ilyen jelenet vagy munka után. Szóval a béke az önismereti út járása nélkül, és az állandó önreflexiókkal az anélkül nehezen teremthető meg. A sportpályafutásomnak volt egy nagyon fontos motivum, hogy én egy sportpszichológussal több mint 10 évig dolgoztam.
És akkor kezdtem el én nagyon jól érezni magam, amikor egy olyan, hát nem tudom már fölidézni, hogy egy-két éves munka után elkezdtem, illetve hát az elejétől kezdve elkezdtem magamban játszani ezeket a most mi vagyok én éppen ebben a szituban, amikor rálép valaki egy öreg asszony a lábamra a hetes buszon mondjuk, és akkor hullafáradt vagyok, hagyjál békén öreg néni, ugye? Vagy nem tudom, akármilyen szitu. És amikor az ember elkezd önreflexióval ezeken gondolkodni, és egy kicsit ki tud lépni magából, akkor egy óriási lépést tesz afelé, hogy békében tudjon majd élni magával, mert hogy akkor szűnik, vagy akkor születik meg bennünk az a fajta, talán nonsens azt mondani, hogy önmagunkat objektíven tudjuk látni, mert kifejezetten nonsens, de mégis lehetséges. Az önreflexió az ehhez vezető, és meg a pszichológussal folytatott munka során eljutottam oda, mert tudtam röhögni a saját hülyeségeimet, meg hogy észrevett, hogy na ez most a dőjfös egód volt Mizsér Attila, és röhögtem egy jó ízűt. Tehát akkor az ember megtalálja azt, hogy jé, lehet így is békében élni, hogy miközben vannak ocsmány dolgok is bennünk, meg történnek velem nagyon nehéz dolgok. Ott van a düh, a harag, az elkeseredés, az önsajnálkozás, világbajnok voltam benne. Nem érdemes, időpazarlás. Tehát, hogy nyilván emberből vagyunk, és akkor az önsajnálat egyes szituációkban elkerülhetetlenül ránk tör, de hát ezt is többek között a sport tanította meg nekem, hogy azt az időszakot, amíg az ember ilyen negatív spirálba harag, düh, önsajnálkozás, másra hárítom a felelősséget, nem vállom a saját felelősségemet, és lehetne sorolni, nagyon hosszú a lista, mindenkinek van benne tapasztalata, mindnyájunknak, ezt le kell rövidíteni minél inkább. És akkor itt aztán a stressz megelőzés, meg konfliktusok megelőzése, nem mindegy, hogy milyen környezetben vagyunk, van-e ott olyan ember, aki kvázi egy mentorom lehet ebben a dologban, vagy föl tudok nézni rá, pozitív példát mutat nekem, hogy ő, ha egyest hoz haza a gyerek, akkor is úgy tudja kezelni, hogy a gyerek nem megsemmisítve érzi magát, hanem össze tudja szedni magát, hogy holnap egy ötöst akarok szerezni matekból, vagy amiből hoztam az egyest. Szóval, és az is, a béke sem egy állandó állapot, ezt is tudni kell. Tehát, hogy a békét rendszeresen el fogjuk tudni érni, egyre sűrűbben, egyre tartósabban, de hát a Jóisten vagy Sorsapó hívhatjuk, a Vinetú könyvben Nagy Manitúnak hívták, tehát, hogy jön majd az élettől a következő tanítás, a vakfoltunkra akar rávilágítani, és akkor megint meg kell tennem ezt a kis kört. A jó hírem az az, hogy ez lerövidül. Hihetett a kezdeti nehézség, és jaj, de sokáig ültem önsajnálkozva a hetes buszon hazafelé, hogy milyen sokat edzek, mégis nem tudom, ripityára vernek a többiek. És minél jobban gyakoroljuk ezt, ezek az időszakok annál inkább lerövidülnek, annál ügyesebb, ebbe is gyakorlat teszi a mestert, nem tudok mást mondani, mint a vívásban, vagy a lovaglásban. A többet gyakorolja az ember ezeket a fajta, és nevezhetjük lelki gyakorlatnak. Én az önreflexiót használnám, egyrészt a lélektan, a pszichológia, a coaching, mindenféle önfejlesztő folyamatban, ez egy nagyon gyakran használt kifejezés. Tehát meg kell próbálni egy kicsit Mizsér Attiláról kívülről tekintve gondolkodni, és ez egy nagyon nagy lépés a béke felé. Ugye itt többen csoportokban, tréningekben és lelki gyakorlatokban segítik, vagy azok során segítik az ott jelenlevőket, és ott az, hogy közösségként vannak jelen az emberek, akik szeretnének az önismeret útjára lépni, nekik ez jobban megy? A közösségi szintér az egy útja lehet, vagy egy nyitánya lehet az önismereti folyamatnak? Egy kicsi kulisszatitkokat esetleg, hogyha itt... Nagyon ajánlottam a közösségi munkát. Tehát nekem a leghatékonyabb a Jézussal való személyes beszélgetésem. Tehát az is egy konkrét személy. A meditáció. Tehát a meditáció és a közösségi elvisznek engem az Isten felé, tehát vele akarok találkozni, és akkor hirtelen megszületik bennem egyfajta béke, de aztán ugye a béke az, amikor megszűnik az ellentétek, a polaritások. De olyan gyarló fickó vagyok, hogy rájövök, hogy még mindig tiszta hülye vagyok. És hát akkor szembesülök a további probléma. Itt a kollégám biztos tudná ajánlani, hogy Hofi meditálj többet. Tehát, hogy ez egy örökös, gyönyörű játék.
Tehát a közösség is, de a forráshoz, aki nekem egy személyes valóság, aki megadja nekem a békét. Ugye tőle hallom esetleg, hogy Jézus hallottam, de nem hallottam még egész tisztán. Te vagy az én szeretett fiam, benne telikedem. Hát ez már a célszalag, ugye? Tehát, hogy valami hasonlót fogok hallani a halálom. De ez nagyon szükséges a két pólusom való közelítés, hogy ez a béke feloldódjunk bennünk. Igen, azt gondolom, hogy akár közösségben, vagy egyéni terápia, vagy személyesen kísért lelki gyakorlottan vesz részt, hogy a közösségnek mégis van egy minőségi különbség, egy ereje. Egy olyan ereje, ami akár egy héten keresztül tartó csendes, kontemplatív lelki gyakorlatban, ahol nem is beszélnek egymáshoz az emberek. De a hétvégére egy olyan erős közösség jön létre, hogy évek múlva is barátként találkoznak egymással. Ugyanez érvényes az önismeret, a dramatikus önismereti útra, ahol együtt van egy csoport 150-200 órán keresztül, másfél-két évig, és életre szóló kapcsolatok jönnek létre, holott ugye azt várjuk el a csoporttagokról, hogy még csak ne is ismerjék egymást, mert az kontraindikált lenne. Nekem erről megvan a saját teológiám, amire lehet, hogy Hofi atya rossz szemmel néz, vagy gyanúsan hallgatja, hogy hasonlít ez számomra a házasság szentségéhez, a szentséget a házasfélek egymásnak szolgáltatják ki. Tehát ugyanígy egy csoportban is a megváltás művét a csoportok egymással végzik. Tehát, hogy a csoport ereje, a vezetőnek, a kísérőnek, inkább ezt a szót szeretem használni, a kísérőnek a jelenléte eszköz a megváltás kezében. És hogy tényleg valami megváltódhat. Én ebben hiszek, és akkor is, ha nem vallásos csoportokban vagy olyan csoportokban dolgozom, ahol ez nem téma, vagy ahol ez a háttérben van, én ezt nem tudom másképp csinálni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a kegyelem így működik, hogy mi közvetítjük. Nem is kértem, hogy másképp csinálni. Na jó, csak ugye itt feltétel, hogy a csoport dolgozzon. Tehát, hogy ne mismásoljunk, meg egymást ünnepeljük, meg vállonveregessük, meg nem tudom, hanem hogy tényleg erről szóljon a csoport. És egyébként hadd hozzam fel példának az anonim alkoholistákat. Most a függőségekkel nagyon behatóan foglalkozok, pusztán csak, hogy mondjam, kívülállói szemmel. És hogy az anonim alkoholisták intézményét két gyógyult alkoholista hozta létre, akik elkezdtek egymással beszélgetni egy kórházban, és két órán keresztül beszélgettek, és utána állapították meg, hogy amíg egymással beszélgettek, nem jutott eszükbe az ivás. És nem sóvárogtak. És mind a mai napig sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a gyógyulásban egy ilyen anonim alkoholista csoportnak, mint bármilyen pszivel kezdődő szakembernek. De ehhez az kell, hogy a csoport dolgozzon, és meglátja a gyógyuló alkoholista a csoportban azokat az alkoholistákat, azokat a derűs, jókedvű, pozitív, kellő, erősséges önismerettel rendelkező alkoholistákat, amilyen majd egyszerű is szeretne lenni. A másik pedig a 12 lépcsős program, ami semmi más, mint nettó önismeret. A saját életed rendbetétele, a saját magaddal való megbékélés, a korábbi káraid jóvátétele, azokkal az emberekkel való megbékélés, és ez számomra egy nagyon nagy döbbenet volt, hogy azok az alkoholisták, akik a gyógyulásnak ezt az útját választották, azok az önismeretben és a bölcsességben és önmaguk elfogadásában sokkal-sokkal előrébb tartanak, mint nagyon sok józan ember, aki meg életében nem keveredett közel az alkoholhoz, és van, aki azt mondja, hogy milyen jó lenne ilyen 12 lépcsős program, nem csak alkoholistáknak, hanem sima halandóknak is. Papoknak. Hadd fűzzek hozzá még egy aspektust. Itt most nagyjából az elmúlt pár percben arról beszéltünk, hogy akinek valami súlyos problémája van, az mennyire jó, hogyha közösségben igyekszik visszatérni a normalitáshoz. De ugyanilyen ereje van a csoportnak, és akkor azt talán nem terápiának kell hívni, hanem csoport erősítő együttműködést. Tréning módszerek vannak erre, a különböző szervezetek, ugye amikor tréninget csinálnak, csapatos tréninget, hogyha az nem éppen arról szól, hogy borkóstoló, azt sem szabad elvetni persze, de tehát amikor a
mondjuk azt, hogy nincsen ilyen súlyos, tehát nem anonim alkoholistákról van szó, vagy nem súlyos gyerekkori traumát pszichodrámában földolgozni akaró, aki tudja, hogy cipel valamit, hanem csak úgy normálisnak érezzük magunkat. Óriási ereje van ott is annak, hogyha csoportban beszélgetni tudunk egymásról. És ami nagyon furcsa a világban, hogy nem merünk és nem szeretünk visszajelzést kérni másoktól, hogy milyennek látnak minket, mert be vagyunk tojva, hogy rosszat fogunk hallani. És a csoportnak az ereje az éppen abban van, hogyha ezt elkezdjük óvatosan lassan, és ahhoz kell egy pszichodráma csoportvezető, vagy egy anonim alkoholista csoportvezető, vagy egy jó tréner, aki ebben jártas, és van érzékenysége és tudása hozzá, mert az emberek a pici első sikerélmények után egyszerűen ráharapnak, hogy ez mennyire jó, és óriási feszültségoldó hatás van annak, hogy hallom a másiknak az esendőségét is, amikor én megmerem először, nagyon óvatosan fogalmazom, hogy te úgy érzem most, hogy, és akkor valami. És ő azt mondja, hogy mert nem sértő módon mondtam, hanem óvatosan, hogy lehet, hogy még megadom neki az esélyt, hogy elháríthatja, vagy láthatja máshogy. De megtörténik a csere közöttünk, hogy én is lehetek esendő, mert ő esendő volt valamiben, és fölmerte vállalni. Ennek döbbenetes feszültségoldó hatása van. Tehát még az egészséges, a normalitás szintjén munkahelyi közösségek, egyesületek, egyletek, vallási közösségek, érdemes egymástól visszajelzést kérni, hogy milyennek látsz te engem ebben vagy abban a szituációban. Hihetetlen önismereti fejlődés lesz belőle. A csapat vagy a közösség, vagy a csoport, az csapattá és igazi közösségé fejlődik. Döbbenetes, hogy milyen ereje van, igen. És bocsánat csak, hogy amit József atya mondott ugye a Kosztolányi versben, hogy egyedi vagy, de mégis ez a gyönyörű a csoportos munkában. Nekem az utóbbi évek egyik legnagyobb döbbenete, hogy minél mélyebb valami, annál általánosabb. Van közös pont. Igen, tehát hogy minél mélyebb dolgomat osztom meg, akár a színpadon, akár beszélgetésekben, annál közösebb pontot találunk. Tehát amióta, nem tudom, én beszélek mondjuk arról, hogy milyen volt szenvedélybeteg családban felnőni, azóta sorra másra kapom az e-maileket, hogy képzeld én is, és mennyire is, ugyanazt mondod, és nagy levegővétel kell ahhoz, hogy az ember kiálljon a történetével, de biztos, hogy nem hogy megértő fülekre, hanem konkrét sorstársakra fog találni, és a csoportnak is ebben van hallatlan nagy ereje, hogy azzal, hogy megosztasz valamit, azzal rögtön visszhangoznak is majd téged. És innen lehet tudni, hogy valami igazán mély és igaz, hogy az mind ott fog rezonálni a csoporttagokban, és rögtön fölépül egy hallatlan nagy bizalom, és már is nem egyedi hópehelynek fogod magad érezni, hanem egy nagy közös hóember egy részének. Amit Attila mondtál, egy évig éltem egy meditációs házban. És 10 naponként voltunk 8-10, mindenki elmondta, hogy én hogy érzem, hogy alakult a veled való kapcsolatom. És az érzéseinkről lehet beszélni. Tehát nem vádaskodás. Volt a nagymester, aki figyelt, hogy ez ne legyen vádaskodás. Tehát fantasztikus, amit mondsz, amikor tükröt tartasz, és ez olyan kohéziót hoz létre abban a csapatban. Hát ezen fölbuzdulva, amikor magiszter lettem a noviciátusban, elkezdtem ezt a módot, 2 hetenként tartottunk, kiértékelő beszélgetés. Vagyis, hogy én hogy érzem, miként alakult a kapcsolatom veled. Hát lehet, hogy keveset meditáltunk, mert ott szinte nem is beszéltünk. Nonverbálisan csak a pillantásából többet értek, mint a szavakat. Hát néha azt hittem, hogy egy rongyal kell körbe mennem, hogy a vércsöppeket. Ugye nehezen viseljük el a szembeség. De egy óriási áldás, hogyha ennek találunk egy helyet, ahol ezt szublimáltam, és de jelen kell lenni ennek a kiértékelésnek. Hát ez lenne jó a családokban is. Szinte kellene egy ilyen, hogy hát a családterápia nagyjából erre épül, vagy a fene tudja, nem tudom. Csak egy mondatot tennék még hozzá, hogy valóban nem kellene feltétlenül terápiás csapatok, mert nem kell mindenkinek pszichodrámára járni, vagy meditálni, hanem megvoltak az archaikus társadalmakban, és
egyáltalán azok a csoportok, ahol lehetett ventilálni, ahol meghallgattak, ahol te önmagad lehettél, és az lehet valóban egy barbaráti társaság is, hosszú életében, ahol élek. Van egy ilyen társaság, aminek tagja vagyok, én is bortermelő vagyok, és az is lehet egy ilyen helyszín. Tehát, hogy nem kell feltétlenül túl tolni ezt a dolgot, hogy akkor most mindenkinek kötelező önismereti csoportba járni. Van, akinek ez nincs is szüksége. Bár ezt megkérdőjelen mondom inkább. De hogy annyiféle út van, és hogy ennek a sokszínűségnek a baráti társaságtól elkezdve a falusi táncházig bezárólag, és a különböző események helyszínei lehetnek. Itt röviden meg kell szakítanunk a beszélgetésre. Bocsánat, még egyet. Akkor nem szakítjuk meg. Még egy nagyon fontos szempontot hadd hozzak be, mert tökre kíváncsi vagyok a többiek véleményére, hogy itt elhangzott csak egy fél mondat a végén, hogy a családnak is így kéne működnie. És ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, hogy a család az egy rendszer, amit minden családtag alakít. És hogy például, most kicsit hadd utaljak vissza a szenvedélybetegség, aztán leszakadok róla, hogy ott a szenvedélybeteget tartják ugye a betegnek, holott nagyon sokszor az egész család beteg, és a szenvedélybeteg csak a tünethordozó, akin kijön az egész. Mert ő a legérzékenyebb, ő próbál valahogy ventilálni, és mivel senki nem beszél dolgokról, ezért ő rajta jelentkeznek akár testi tünetek, akár lelki tünetek valamelyik családtagon. És hogy a családon belül pont ezért nehéz az ilyenfajta önismeret, meg az ilyenfajta egymás segítése, meg építése, mert ott, ha egy építőkövet megmozdítasz, akkor mozdulnia kell a többinek is. Tehát, ha az egyik családtag hirtelen felébred, és azt mondja, hogy mik voltak idáig ezek a játszmák, mit irányítjuk, manipuláljuk itt családon belül egymást, mit nősz a nyakamra, vagy én növök a nyakadra, miért majd még velem, hogyha te ebből semmiféle hasznot nem profitálsz, vagy én miért vagyok veled, hogyha... Tehát, hogy ez az önismeret, az egy kétélű fegyver. Mert egyfelől gyarapodsz, gazdagodsz, és új, őszinte, hiteles kapcsolatokra és masszív világképre tudsz szert tenni. Másfelől benne van az, hogy elveszítheted a régieket. Adott esetben a családit is, ami a család. Ha a többiek nem tudnak jönni veled, és nem tudnak fejlődni veled. Nem tudom, hogy erről. Ha már úgy kezdted, akkor még a szünet előtt, ha belefér még, hogy kíváncsi vagy a véleményünkre. Én azt gondolom, hogy amit az elején mindig el szoktunk mondani az önismereti csoportoknál, hogy semmi, nem ígérjük azt, hogy meg fogjuk tudni változtatni a másik embert, hiszen nem nagyon fog megváltozni a másik ember, a családon belül sem sajnos. Viszont amit meg tudunk változtatni, az a tényekhez való, a dolgokhoz való viszonyunk. És hogyha valaki elkezd a családban változni, akár az önismeret útján, bármilyen módon, akkor az, hogy ő változik, megváltoztatja a családi dinamikát is, a rendszert. Ez egy kovász. Itt fogjuk folytatni egy 10 perces szünet után. Folytatjuk a beszélgetés második részét. Nagyon sok kérdés érkezett. Igyekszünk, és igyekeznek az előadók mindenre válaszolni. Akkor kezdjük is. Jött egy ilyen kérdés, hogy hogyan lehet segíteni a kamasz, illetve felnőtté váló gyermekünknek az önismereti fejlődésben? Ne rám nézzetek, nekem 11 éves a legnagyobb. Türelemmel, rengeteg türelemmel szerintem. És tudomásul venni azt, hogy az hogy most ilyen furcsa kedve van, az életkori. Meg hogy az ember emlékezzen a saját kamaszkorára. Én a gyerekeimet ilyen mini-mínek tekintem, és rögtön emlékszem, tehát ezekre az állapotukra, amikor 9 meg 11 évesek, ezekre pontosan emlékszem az én életemből, és pontosan emlékszem az én saját fájdalomra és kétségeimre és vívódásaimra, és szerintem ez nagyon hasznos tud lenni. Meg szeretni kell őket. Hát nekem már vannak felnőtt korú gyerekeim, úgyhogy már túl vagyok egy-két meneten, de azért van még egy 12 éves lányom, aki már mutogatja ezeket a jeleket, amiket már jól ismerek. A türelem az biztos, hogy kell, meg ott megint be kell, hogy kapcsoljon az, hogy önismereti úton is vagyunk. Tehát egy
kamasz gyerek ugye föl akarja fedezni, hogy ő meg tudja váltani a világot. Igaza van, nekünk is igazunk volt. Aztán beláttuk, hogy nem pont úgy tudjuk megváltani a világot, ahogy akkor képzeltük. De ezt fogadjuk el, hogy egy életkori sajátosság. Ezt annak idején még a testnevelési egyetemen fejlődés lélektanból is ugye tanultuk, hogy mik azok a tipikus életszakaszok, amikor ugye az egónk elkezd dübörögni. Az egyik tipikus ez a kamaszkor. Tehát ott is muszáj, hogy önreflexióval is dolgozzunk, hogyha a kamasz gyermekünkkel való kapcsolatunkat nem akarjuk, hogy nagyon külön vágányon folytatódjon majd. Nagyon sok szülő beleeshet abba a hibába, hogy nem gondol arra, hogy önvizsgálat meg önreflexió, hogy mitől András példájánál jobbat nem tudok mondani, itt hallottuk élő egyenesben, és meg lett az eredménye. Tehát, hogy nem szabad úgy hozzáállni szülőként, el kell felejteni, hogy felsőbbrendű vagyok. Azt hiszem ez a kulcs talán, hogy most így a tréneri tematikákból. El kell felejteni, hogy nem az van, hogy a szülő meg a gyerek fölé és alá rendelt. És ezt meg tudom erősíteni, hogy a Márk fiamat, aki ma 19, nem már 20, úristen, jövő héten mi van ma? 20, egy hét múlva 20. És a Norinát, aki 12 múlt, őket már nagyon tudatosan úgy neveltem pici koruktól, hogy minden érzésemet kimertem mondani, ha dühös voltam, akkor nem azt mondtam, hogy szomorú vagyok, tessék elfelejteni. Ez is egy önfejlesztő, önismereti folyamat. Magyarán a kamaszkorra, mert arról beszélünk, vagy a kérdés erre vonatkozott, tehát föl kell tudnom vállalni, hogy ugyanolyan esendő vagyok, mint ő, hiába van több élettapasztalatom, nem gondolhatok magamra, mint felsőrendű, észosztó, nem tudom kicsoda, hanem partnerként kellene megpróbálnom kommunikálni a gyerekkel, és akkor biztos, hogy nem megy külön vágányra. Attól még lehetnek durci-murci egy napok, egy hetek, elmegyek a táborba, és nem írok levelet, nem csetelek veled, anya vagy apa, ez előfordulhat, de hosszú távon két vágányra akkor indul el, és akkor szakad meg a kamasz gyerek szülő kapcsolat, hogyha ez a képesség nincs meg, vagy meg ez a tudatosság, ez az éberség, amit mondtam. Nem vagyok fölötte a gyerek. Én egy másik bukdácsoló ember vagyok, aki nagyon szereti. Abszolút egyetértek veletek. Még azt tenném hozzá, hogy a kamaszokkal foglalkozni, de külön műfaj. Tehát, hogy én nem érzek magamban ilyen hivatást, bár négy gyereket fölneveltünk, és ezt a korszakot megéltük. De azt gondolom, hogy a kamaszkorban valóban a türelem mellett van egyfajta bizalom is, hogy amit eddig tettem, az jó volt. És hogyha ez a bizalom a gyerekem iránt megvan, akkor túl nagy baj nem történhet. Mert a kamaszkor ugye, hogy a fejlődésileg tanítja, a felnőtt koronak az előszobája. Tehát a kamaszkorban szilárdulnak meg azok az identitás tényezők, amik már korábban ott vannak. Tehát a kamasz fiú, ha megfigyeljük, hogy a lázad, de azért titokban ellesi azokat a mintákat, akár tudat alatt is, amiket a szüleinél lát. És hogyha az nem hiteles, akkor valóban az van, hogy nem partner, hanem fölülről, alulról, stb. Tehát, hogy ezek a minták nem hitelesek, akkor valóban félre mehet sok minden. De hogyha ezek a minták, amik nyilván korábban kezdődtek már, kiállják a kamaszkornak a próbáját, akkor abban valóban egy egészséges fiatal felnőtt lehet a végén. József atya gyerekeivel mi a helyzet? Mi van a gyerekeiddel? Arról majd... Tehát a mondjuk, nem tudom, hát nincs közvetlen így, de azért kamaszokkal sokszor voltam együtt. Tehát az én álmaimat nem akarom általa megvalósítani. Tehát amikor egy szülő állandóan osztja az észt, az brutális. És van egy jó pofa, valaki mesélte, azt akarod, hogy a kamasz gyerekeddel ne legyen probléma, akkor egy héten, hát megoldhatatlan, de négy alkalommal együtt vacsorázzon a család. Hát ez tényleg, ki az, aki ezt meg tudja, nem tudja senki megengedni, mert annyira szanaszét van az életünk. Azt mondja, hogy garantálja, hogyha hét napból négyszer együtt vacsorázunk, és van egy jó gyermekvers, nem tudom, hogy ismeritek, a svéd gyermekversek. Ismeritek? Azt mondja, Söder party, és akkor mondja a srác, hogy hát mi az a Söder party, hát hülyeség. Hát azt mondja, mi a vacsoránkat Söder partynak hívják, hát mi a fenét csináltok? Semmi, csak együtt vagyunk, és mindenki nyomatja a Södert, és senki nem mondja azt, hogy állj le, vagy hülye vagy. És akkor a gyerek, hát, ez egy ilyen szabad vers, Söder party, ez olyan hülyén hangzik, de hogy mindenki megmondhatja azt, ami a szívét nyomja.
Hát nálunk csak közönséges vacsora van. Szóval ez, ebben van valami, hogy van egy olyan felület a családban. Hát a noviciátusban különben nagyjából ugye a szerzetes közösség sem vál különbe, mint egy családi közösség. Hát ugyanannyi konfliktus van, ugyanolyan hülyeik vagyunk valami. Úgyhogy tehát az együttlét, a kommunikációs stílus, hogy felszabadító legyen. Ez a kérdés és a következő is a Facebookon jött, és online érkezett, úgyhogy köszönjük szépen. Hogyan lehet jól feloldani egy olyan konfliktust, amely félreértésből született, mégis nagyon bántó az egyik fél számára? Hát én rögtön az jelent meg így a lelki személyem előtt, hogy puszta jó indulatból és viccességből mondok egy óriási bunkóságot a feleségemnek. Tehát, hogy valami ilyen, hát nyilván kellő jóvátétel, vagy nem tudom én, belátással, meg bocsánatkéréssel, meg nem tudom. Nem, hát ha jól értettem a kérdést, itt arra van szó, hogy van egy mély konfliktus, és még nem is tisztázódott, hogy pontosan mi. A kulcs mindig az lesz, hogy képesek vagyunk-e nyitottan a másikat meghallgatni. Anélkül, hogy nem akarnék neki instrukciókat, példabeszédeket, ezt csináld, ezt nem csináltad, tehát nulla bírálat, nulla javaslat, nulla beleszólás. Hadd mondja el, hogy érzi magát, mert az mindig igaz. Amíg nem tanuljuk meg őszintén kimondani azt, hogy hogy érezzük magunkat, és ugye ez a negatív érzésekkel kapcsolatban nehéz. A pozitívat az könnyen. Olyan boldog vagyok, hogy ez könnyen megy mindenkinek. De azt mondani, hogy dühös vagyok, vagy hihetetlen csalódást érzek. Ugye nem azt mondom, hogy csalódtam benned, vagy hihetetlen csalódást érzek. Teljesen más a megfogalmazás. Vigyázzat, ez már a kommunikációs tréner beszélt. De ilyen apró nüanszokon múlhat az, hogy sikerül egy konfliktus helyzetben eljutni odáig, hogy képes vagyok megérteni, hogy mit érez a másik, az empátia. Én azt emelném ki, tehát empátia és érzelmi intelligencia nélkül nagyjából, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de sokkal rögösebb az út, hogyha ez megvan, és ezt tudatosan alkalmazzuk, és ennek a csúnya szóval manifestációja az, hogy mondd el, hogy hogy érzed magad. És nem szólok el, és nem ítélem el, mert hadd érezze úgy magát, ahogy érzi. Én is hadd érezzem úgy, ahogy érzem magam. És akkor kialakul a párbeszéd, és akkor már félig nyert ügyünk van. A félreértésből adódó konfliktus helyzetek, azok is szólnak valamiről. Tehát, hogy a konfliktus helyzetekbe akkor kerülünk, hogyha ha úgynevezett hívószavak, amik előhívnak belőlünk egy konfliktust. És az nem rólunk szól, nem is a másikról szól, hanem egy olyan mintázatról, amikor megnyomunk egy gombot, és akkor kialakul egy konfliktus helyzet. Tehát, hogy valóban, ha tudom képviselni a saját érzéseimet, és tudom azt, hogy az, amit tettél velem, az nekem milyen érzést okoz, akkor már magamról beszélek. És akkor az elindulhat egy kiengesztelődés felé. De amíg a másikat vádolom, hogy te milyen mocsok szemét voltál, addig csak hárítom ezt a dolgot. Ugye projekciónak nevezzük azt, vagy áttételes indulat áttételnek, amikor valami apróságon úgy ki tudok akadni, ami magam számára is meglepő. Lehet ez egy félreértés, és lehet ez egy olyan elejtett szó, amit a másik nem is úgy gondol. De előhív egy olyan mintázatot, amiről ő mit sem sejt. Hát a történet, amit én meséltem, az pont erről szól, hogy én félreértettem, hogy engem nem hívtak. Valójában azért nem hívott a felesége, mert elhúzódott a rendezvény. De ez nem közte és köztem konfliktus, hanem köztem és köztem. Ezt nyilván nem mondhatod a másiknak, aki halálosan megvan rád haragudva, hogy de cicámoz, nézőm a magadba, mert ez csak olaj a tűzre, de valahogy mégis ez a cél, hogy rájöjjünk, hogy tulajdonképpen egész pontosan kivel is van bajunk. A következő kérdést kifejezetten Andrásnak címezték, de szerintem a többi előadó is nyugodtan válaszoljon. Kedves András, hogy ismerte fel önmagában a sémát a magára hagyottságról? Egy nagyon fájdalmas belső konfliktussal élő édesapának, aki nem túl nyitott a pszichológiára, mit javasolnának?
Hát ezt, hogy én folyamatosan megállás nélkül azon kapom magam az örömeimben is, a bánataimban is, a bosszúságaimban is, hogy megállás nélkül ezek egy gyereknek az örömei, bosszúságai, bánatai, haragja. Tehát, hogy olyan semmit nem változott gyerekkorom óta az, hogy minek örülök, mind nyomom fel magam, mitől érzem magam elhagyatva vagy nélkülözve. Ez semmit nem változott, és ez segít nekem, hogy mindig megpróbálom kívülről látni azt a 8 éves gyereket, és azzal megbeszélni ezt a dolgot. Tehát, hogy így tudok eltávolodni a helyzettől, hogy nem magamra veszem ezt a helyzetet, hanem egyet hátralépek, és megnézem azt a 8 éves kisfiút, aki szomorkodik, és megkérdezem tőle, hogy te miért vagy ilyen szomorú? Vagy te most miért is érzel tulajdonképpen haragot? Tehát, hogy ez a vicc az egészben, hogy ezt nem magammal beszélem meg, hanem ő vele. Csak annyi, hogy az érem másik oldala, hogy mit tudnék neki mondani, aki a pszichológiától távol áll, hogy igazából nehéz. Mert pont aki nem ismeri fel, hogy segítségre van szükség, annak nem tudom ráerőltetni a segítségemet. És ez sokszor ugye pont azokkal a legnehezebb megélni, akik a legközelebb vannak hozzánk, akár családon belül látok egy olyan problémát, amit szakemberként látom, hogy mi lenne a megoldás, de mégsem ajánlhatom föl, hiszen nem az én dolgom, és nem avatkozhatok bele. Valahol itt kezdődik. Következő kérdés, az így hangzik. A világban számos helyen szituációban kell helytállni, ahol számos tükröt mutatnak rólunk, magunkról. Hogyan lehet elkülöníteni a valódi képünket, énünket a többitől? Bocsánat, nem még az előző kérdéshez jutott az eszembe valami. Ezt meg elmondhatom, ugye, hogy te az édesapádon szeretnél segíteni, kedves kérdező, és ezt nagyon nehéz elképzelni édesapádról, pláne elmondani neki, hogy ő is volt valamikor kisfiú, és azok a sérelmek, amik őt meghatározták, azokat ő is kapta valahonnan, vagy a szüleitől, vagy a külvilágtól, vagy nem tudom. És neked, mint gyereknek a feladatod az, hogy ilyenkor egy generációt lépjél, és belenézz a nagyszüleid életében. Ha még ezt megteheted, én már nagyon sok mindent nem tehetek meg, mert már nem, hogy a nagyszüleim, a szüleim sem élnek, de pont ezért fontos. Én sokáig nem értettem a családregények műfaját, hogy mit kell itt elindulni 1890-től napjainkig 4 generáción keresztül, hogy a napfény íze, hogy meg van öregítve a színész, és akkor. És amikor azon gondolkodom, hogy én mit kaptam gyerekként apámtól, és hogy ezt hogy tudom megbocsátani apámnak, és hogy tudom őt feloldozni alóla, akkor rögtön tovább kell néznem azt, hogy de ő ezt miért kapta az ő szüleitől. És ez tudom javasolni a kérdezőnek is, hogy hihetetlen nagy kontextusban kell hirtelen vizsgálni mindent. Elnézést. Most elfelejtettük, hogy mi volt az aktuális kérdés. Olvasom még egyszer. A világban számos helyen szituációban kell helytállni, ahol számos tükröt mutatnak rólunk, magunkról. Hogyan lehet elkülöníteni a valódi képünket, énünket a többitől? Tehát, hogy mit tudom én, hogy mondjuk azt mondják rád a számos tükröt, tehát, hogy hogy az iskolában lehet, azt mondják, arra gondol, hogy rossz. Más visszajelzést, vagy eltérő visszajelzéseket kaphat a... Én sem pontosan ilyen. Értem a kérdést, de megpróbálom megérteni. Tehát, ha valami olyasmiről van szó, hogy az életben ugye számos helyzetben szerepeinket éljük meg. Tehát én itt külön választanám külön az identitásunkat, tehát egy önazonosságot, ami én vagyok, és ami független attól, hogy mások hogy láttak engem. Ugye az önismeretnek a hozadéka végül is az, hogy független attól, hogy mit gondolnak, vagy látnak bennem mások, vagy mit várnak el. Nekem van egy én képem, ami engem békével és örömmel tölt el, és egy nyugalomban. Megértettem a kérdést egy repülők dalszöveggel, gyors vagyok a lánynak, a zsarúnak személy, Moszkvába gazdag, idehaza szegény. Tehát, hogy... Na. Ugye, igen. Hogy a rendőrnek te állampolgár leszel, a fitnessedzőnek lusta leszel, a tanárnőnek 4-es leszel, és pontosan ezek a szerep lehetőségeink és a különböző szerepeink.
De Jézus pont ebben volt hihetetlenül autonóm, és Attilának ezt pont mondtam szünetben, és nekem ezért nagyon nagy hősöm ő. Mert hogy aki jön, jön. Aki itt van, itt van. Nem fog barátságért gazsulálni, meg véleményért, meg nem fog kommenteket olvasni, hogy vajon mit gondolnak a kirohanásáról a templomban. Meg oda megy, megmondja a farizeusoknak, kimegy a pusztába 3 napra, lenyugszik, és már elnézést pont lesz arra, hogy kinek a szemében micsoda ő. És ez a legnagyobb ereje Jézusnak. Egy ilyen veszternhős, egy ilyen igazi macsó veszternhős. Tehát amikor azt mondjuk, hogy édes Jézus, Jézusomnak szívén megnyugodni, jó? Akkor egy ilyen Clint Eastwoodról beszélünk. Egyetértek Péterre, meg nagyon jól csinálja, hogy a humorral ötvözi, de mély igazságokat feszeget, és egy aspektust hadd bontsak ki itt ha már Jézus és az autonómia. Nem tudom, hogy ez segít-e a kérdés feltevőnek, de remélem, hogy igen. Nem a külvilág fogja tudni megmondani, hogy én ki vagyok. Egy. Tehát jön a munkahelyemen jön visszajelzés, tegyük idézőjelbe. Tehát az, hogy a barom főnököm odaszól idióta stílusba, mert ingerült éppen, mert meghallotta, hogy nem vették föl a lányát az egyetemre, nem tudjuk, hogy mi áll mögötte, nem biztos, hogy igaza van. Aztán hazamegyek, és van valami családi szócsata. Aztán lemegyek a barátnőmmel beszélgetni 2 emelettel lejjebb, és ott megint valami kialakul. És kapom az ingereket, és az egyik eszmény, a másik az mi az igaz, ha jól interpretáltam a kérdést. A végső válasz az nálam lesz, és nekem kell tudni megmondani, hogy én ki vagyok. Tehát először meg kell vizsgálnom, hogy rezonál-e bennem valahogy ez, amit hallottam most? És erre a következő saját élettapasztalat egy jó tanács mindenkinek. Hogyha valaki valami sértőt mond, és fölháborodunk rajta, szinte biztos, hogy igaz. Szinte biztos. Én nem tudok olyat fölidézni, hogy fölháborodtam volna egy vélemény, és ne jöttem volna rá önreflexióval, vizsgálattal, ami András leckéjében benne volt az első fél időben, hogy basszus igaza volt. Tehát nekem kell végső soron eldönteni, és ez egy zűrzavar, tényleg rohanó élet, a közérbe beszól nekem a hentes, vagy a nem tudom ki, a parizervágó, egymás lábára lépünk, és lehetne folytatni, és ez egy zűrzavar a kérdés feltevő, ebben szeretne tisztán látni, ő döntse el majd, de kemény munka lesz, néha fájdalmas, de minden fájdalmas felismerés után jön az, amiről már beszéltünk többen, hogy jön az a megkönnyebbülő felismerés, hogy oké, én ettől még jó lehetek, különösen, ha van a csoportterápia, most már összefoglalom lassan itt az egész mai napot, hogyha akikkel el tudok kezdeni erről beszélni, te milyennek látsz engem? Én tényleg egy vadállat vagyok ebben a szituációban? Úgy látod? Akkor el kell fogadnom, hogyha többen mondják, akkor és a végén én leszek felelős magamért, tehát nekem kell tudni eldönteni, hogy én ki vagyok, vagy ki akarok lenni, és akkor még visszakötök még Hofi atyához is, aki beszélt valami olyasmi, hogy eszembe jutott Jung, egy pszichológus, aki azt mondja, nem az vagyok, amit megtörtént velem, hanem válni akarok. Tehát, hogyha föl tudom tenni a kérdést, oké, most gyűjtöm az információkat, de én mi akarok lenni? Amögött rendszerint egy olyan mély, nem tudom, mit hívjak, ezoterikus, vallási, mély, nem tudom honnan a Jóistentől jön az a tudás, hogy én kivé válhatok valójában. Tehát ez a materiális világ zűrzavaraiban, ez egy piszok kemény munka, nem mondom senkinek, hogy ez így fog menni, de megéri a befektetés, mert a végén fogom tudni, hogy én tényleg ki vagyok, és el tudunk jutni közel ahhoz, ahova Jézus eljutott, ahogy András nagyon szépen leírta. Én még egy dologgal kiegészíteném, hogy ez abszolút tényleg így van, hogy amint felháborodsz, vagy ami, ez pont azért van, mert betalál, én a kommentelőknek végtelenül hálás vagyok. Mert erre tanítottak meg, hogy van pár lényeges komment, ami tényleg szúr, és akkor azon tényleg elgondolkodom, hogy jaj. Tehát azt mondják, hogy minden eredetiséget nélkülöz valami, nem tudom én, anyagom, vagy hogy nem tudom én. És akkor érzem, hogy igen, ez tényleg, tehát hogy ez sejtettem, hogy ki fog lógni a lóláb, és lám kiderült, hogy a császár mesztelen. Ugyanakkor a kommentek 95%-a nem ilyen,
és azoknál meg arra jöttem rá, hogy a komment az legtöbbször magáról a kommentelőről szól. Tehát amit ír rólad, az nem rólad ad egy képet, hanem ő róla. És innentől kezdve ez határtalanul nagy fellélegzés, és az emberekkel is így van, és mindenféle tükörrel az életben, hogy a tükrök jelentős része az nem rólad szól, hanem magáról a tükörről, vagy arról, aki a tükröt tartja. Egy humoristának, mondanám, Hofi Géza azt mondta, akinek nem inge, ne vegye magára. De akinek inge, öltözzé már föl. Érkezett egy provokatívabb kérdés is magával a témával kapcsolatban. Mintha az lenne a kiinduló pont, hogy az embernek nincs önismerete? Vagy hogy merül fel, hogy valakinek nincs önismerete? Vagy van-e ilyen? Hát aki azt mondja, hogy ő ismeri önmagát, tehát aki ezt kimeri jelenteni, az bátor. Nagyon egyszerű. Egy viszonylag objektív fokmérőnek én elfogadom azt, hogy nézzük meg az adott embernek mennyi konfliktusa van az életben. Tehát aki valóban fogadjuk el Andrásnak, hogy nincs olyan, hogy végső, végleges önismeret, mert egész életünkön át tanuljuk, de aki ezt az utat járja, annak egyre kevesebb és kevesebb konfliktusa lesz. Belső konfliktusa önmagával egyre kevesebb lesz. Külső konfliktusa akárkikkel, akármit mondjanak, mert még összekötve az előző kérdéssel, hogyha már elég jól ismerem, vagy sok aspektusból ismerem magam, akkor egyre több lesz az olyan komment, amin röhögök őszintén, mert tudom, hogy köze nincs a valósághoz, hanem inkább ő, megint összefoglalok, projekció elhangzott. Ugye? Tehát kivetítjük a másikra, bennünk szunnyadó, de nem vagyunk tisztában vele. Tehát, hogy és az egy felszabadító érzés, amikor az ember a negatív kommenteknek a nagy részére már őszintén tud mosolyogni. Tehát nem azért, hogy eljátszom, nem tud semmit, és közben meg érzem, hogy basszus, nagyon betalált ez a dolog, és ez nem igaz, nem ilyen vagyok. Szóval a konfliktusok száma egy adott ember életében az egy nagyon jó fokmérő szerintem. Tovább fűzve ezt a gondolatot, és visszatérve a kérdésre, hogy nincs önismeret, vagy van-e önismeret, hogy miért provokatív ez a kérdés, nem biztos, hogy provokatív, de hogy kiváló lelki vezetőm és a lelkélet nagy mestere mondta ezt hasonlatot, hogy nagyon egyszerű megnézni azt, hogy ki hol áll az önismeret útján. Ugyanis a kapcsolataink lenyomata a saját magunkhoz való kapcsolatainknak, és egyben az Istenhez való kapcsolatunknak is. Tehát, hogyha körülnézünk, hogy a 100 ismerősünk közül 60 emberrel úgy el vagyok, semmi bajom nincs vele, 20-at mélységesen utálok, és kicsire válhatom, és 20-at meg nagyon szeretek. Akkor ugyanez a minta érvényes a saját magammal való kapcsolatra is, és zárójelben az Istennel való kapcsolatra is. Ezzel lehet, hogy valaki azt mondja, hogy van önismerete, csak ez most egy hiteles, téves, vagy tényleg egy egészséges. Rengeteg embernek a problémája szerintem, hogy a külső elvárások alapján definiálja önmagát. És ő így ismeri magát, ahogy a külvilág őt definiálja. Tehát nagyon sokszor ezért vannak boldogtalan emberek, mert túlságosan, tehát az én vezérem bensőmből vezérel. Tehát, hogy belülről vagyok vezérelve, vagy engedem magamra a külvilág elvárásait, hát ez is egy önismeret, csak egy abszolút tévút. Következő kérdés. Amikor gyónunk, azokat a bűneinket bánjuk meg, amivel Isten megbántottuk. De vajon tudjuk-e, hogy mivel bántottuk meg, hiszen még a körülöttünk élőknél sem vesszük mindig észre a bántást. Ha viszont nem ismerjük fel ezeket a bűnöket, nincs katarzis és felszabadulás a gyónás után. Nem találjuk meg az igazi nevünket, ahogy József atya mondta. Mit lehet tenni? Hát egyáltalán ugye mit tekintünk bűnnek, és az ember... Nem értettem, süket vagyok egy kicsit. Igen. Hogy vajon tudjuk-e, hogy mivel bántottunk meg igazából valakit, mert felmerül az, hogy mi sem magunk, nem mindig vesszük észre magát a bántást sem. És hogy mit tehetünk ebben az esetben? Tehát nem tudja meggyóni, mert... Hogy nem találjuk meg az igazi nevünket.
Tehát nem tudjuk magunkban azt, hogy akkor most valójában, mivel magunkban nem tudjuk valószínűleg tisztelni azt, hogy mivel bántottok meg, de ugye a gyónásban viszont ugye meggyónjuk. A kérdés az ez. Én erre hadd mondjak egy gondolatot, így hallgatva, vagy meg közben boncolgat. A bűnbánat folyamata is egy önreflexió, ugye? És itt attól fél a kérdező, azt gondolom, hogy elkövetett bűnöket, aminek nincs tudatában, azt nem fogja tudni ugye meggyónni, és ő ettől fél, ettől nem kell félni. Tehát lesz elég bűnünk, tehát hogyha önreflexióval megyünk ezen az úton, mindig fogunk találni valamit. Attila, ez nagyon nem jó, így nem lett volna. Tehát meg fogjuk találni a kellő mennyiséget, hogy az önismeretbe tudjunk fejlődni. Ennyi jutott eszembe így erre. Nekem annyi, hogy volt ez, hogy ez a 14-től 18 éves koromig, amit így nem tudtam hova tenni, ez a szemérmetlent gondoltam gyónásban, ami ugye halálos bűn, de hogy egy 10 éves kamaszfiú élete és termékenysége teljében mi mást gondoljon. És mert tényleg, tehát a helyes önismerethoz hozzátartozik az, hogy én most, tehát hogy engem a természet két parancsal küldött ide a bolygóra, és ez az egyik, amit akar tőlem a világ, hogy sőt, ezt Isten kifejezetten kérte Ádámtól és Évától, hogy szaporodjon és sokasodjon. És egy ilyen genetikailag ösztön, elemi ösztön szinten belém kódolt dolgot egyszerűen halálos bűnként és tisztátalanságként tekintsek, és magamra emiatt mocskos Isten szeretetére méltatlan lényként nézzek, ez bennem olyan törést okozott, és olyan gátlásokat épített ki, és annyira nem tudtam évekig a helyén kezelni a szexualitást, ami nem tudom, és nyilván helyes önismerettel, vagy egy olyan lelki vezetővel, aki ezeket el tudja helyezni jó polcon, nagyon sok, hogy mondjam, feszültségtől lehet megkímélni például egy fiatal. Szintén szeretném idézni kiváló lelki vezetőmet, aki a bűnt úgy definiálta, hogy a bűn az, ami elválaszt Istentől és az embertársaitól. Tehát amit a gyónásban megvallunk, hogy ezt csináltam, azt csináltam, ezt gondoltam, azt gondoltam, akkor a felszínen kapirgálunk valamit, de az igazi bűneink azok a sötétségeink, az árnyékénünk, amik az irigységünk, az agressziónk, a haragunk, a düh, és a többi, a 7 főbűn, amit ugye meg is határozunk, amik valóban elválasztanak az emberektől bennünket. Ezeket nem tudjuk úgy meggyónni, hanem ezeket meg kell dolgozni. És azt gondolom, hogy az önismeret az erről szól. Hogy ezektől megváltódni valóban csak úgy tudunk, hogyha egyrészt átengedjük Istennek, de mi csak akkor tudjuk átengedni, hogyha hozzáférünk. És az utolsó kérdés, ami érkezett, és ez még pont, ahogy nézem, belefér az időbe, hogy néhány jó önismereti könyvet tudnának-e ajánlani az előadók? Hát ha most otthon lennék, így végignéznék a polcon, és akkor tudnék biztosan, kérek gondolkodási időt, jó? Hogy mit tudom? Én egyet tudok mondani, az pedig nem más, mint a Biblia, bár tudom, hogy ez egy elcsépelt dolog, és nem akarok erre hivatkozni, de hogy a Biblia drámában azt tapasztalom, hogy olyan ősi, archaikus magatartás mintákat közvetít számunkra, amelyek, hogyha elkezdünk velük dramatikusan dolgozni, akkor pontosan rávilágítanak a mi életünknek a sémáira és a mintáira. Tehát én, és visszatérve a Jézus személyéhez, én tényleg abszolút Jézus tekintem a pszichoterápia és a lelki élet legnagyobb mesterének, aki ugye ellentétben a nálunk szokásos segítői attitűddel, hogy én tudom, hogy neked mire van szükséged. Jézus mindig azt kérdezi meg, hogy te mondd meg, hogy mit tegyek érted. Nekem ez a példa. Hát én azt mondom, hogy olvasás helyett beszélgess el a feleségeddel. Tehát tényleg 20 perc beszélgetéssel szerintem többet lehet haladni, mint 200 oldal. Meg az ember nem könyvből tanulja, hanem ez folyamatos szintézis annak, amit olvasol, annak, amit tapasztalsz, amit élsz, amit utazol, tehát ez, és rengeteg idő. Van rengeteg kiadvány, ami elvileg jó.
egyet mégis ajánlok, és akkor majd a kiadóval megegyezünk a összegen, ha itt mindenki megvett. Ha jól emlékszem, nemrég vettem meg, véletlenül leány falun futottam bele, egy David R. Hawkins elengedés. Hát zseniális. Komolyan most már másodszor kezdtem el újból olvasni. Tehát, hogy az érzéseket kell elengedni. Vannak magas energiaszinten rendelkező érzések, és a legalacsonyabb energiaszint a szégyen. Tehát akiben a szégyen érzet van, az meg akar halni. Nem akarok már élni szégyen. És akkor van, Isten tudja hány fokozat, mehetek 1000-ig, és a legmagasabb érzés az a béke. Tulajdonképpen a Galata levél lélek ajándékaival megegyezik a szeretet öröm béke. Így van a Galata levélben, de ő azt mondja, hogy szeretet, ő a békét tartja a legmagasabbnak, ahol minden polaritás megszűnik, és rengeteg példát hoz, és ez nem, mit tudom én, hónapokig tartó folyamat, nagyon okosan, ügyesen vezeti, hogy hogyan tudom vezetni magamat, hogy bizonyos érzéseket, ami eleve negatív, engedjem el. És megvan, hogy melyek azok, ami pozitív. Ugye akinek állandóan negatív érzései vannak, azok rácuppannak egy olyan emberre, akinek van energiája. Tehát ha jó az a érzés szintek, ami mozgok, akkor azokból leszívják maguknak az energiát. Marha jó dolgokat van. Nem katolikus kiadvány, de hogyha, nem, azt se tudom, most kiadta ki, de úgy hiszem, David R. Hawkins. Nagyon jó könyv, egyetértek, én is olvastam. Tessék? Én is olvastam, ott van a polcomon. Te nagyon, most ez nekem egy új felfedezés, de rengeteg könyv van. Nekem a legtöbbször egyébként, tehát ami önismereti témában, amit olvasok, ami a legtöbbet segített, az általában az, amit én írtam. mert tudnék, én a munkámból eredően folyamatosan vizsgálom magamat, meg a világot, és van, amit leírok, azért is tudom, hogy ez nem vicces, és nem viszem színpadra, de kell. Igen. Megdolgoztad. És utána úgy hagyom, és fél év múlva ránézek, és azt látom, hogy de mintha nem is én írtam volna, nyilván akkor már tudok külső szemmel ránézni, és azt látom, hogy ez hülye. és akkor tudom igazán látni azt, hogy amit gondoltam, az valódi volt-e, vagy csak tévedtem, és miben tévedtem, és ahhoz képest most mit gondolok valóságnak. Aztán ezt is majd idővel felülírom, persze. Úgyhogy szerintem ez tök hasznos, ha az ember így... Naplóírás. Na, igen. Tehát ne is olvas, írj. És aztán olvas, vissza lehet lapozni, elolvasni. Én is csinálom, megcsinálom. Ezt a könyvet is ajánlom, azért hoztam el. Most karácsony előtt jelent meg. Ugye idősebb Keller Mayerről van szó, emeritus. A fia ugyanezen a néven fut, most jelenleg dékánosot. A bácsit elmebetegnek tartják, pedig zseniális megállapításai vannak. Néha egy kicsit nagy az egója. Ha hallgatja, akkor majd jól leszíd engem, hogy miket mondok róla. De vannak zseniális megállapítások. Tehát az, amit én mondtam, ez a Science meg a Nature, amik megjelentek, sehol nem publikál. Fantasztikus. És ezzel egy időhurokba kerültünk. Ez egy három kötetes mű volt, összesen olyan 700 oldal. Hát mondom, ki a fene fogja ezt elolvasni? Mesterem. Hát ez egy hülyeség. És akkor nagy nehezen rájött, többen mondták neki. A fő tételeit összefoglalta, mégpedig a Kairos kiadónál jelent meg, kis tankönyv. Vannak benne ilyen fixa ideák, de el kell tudni különíteni. Vannak nagyon egyéni jó megfelelő. Beleillik a folyamatba. Köszönjük a könyvajánlásokat is. És nézem közben az időt. Azt hiszem, bőven lehetne még folytatni ezt a témát, de lejárt az időnk. Köszönjük meghívott előadóinknak, hogy elfogadták a Mária Rádió felkérését, és megtiszteltek minket jelenlétükkel. És köszönjük szépen a jelenlevőknek, nézőknek és hallgatóknak, és a Facebookon követőknek is, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen, csatlakoztak és érdeklődtek az esemény iránt. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönjük szépen, jó éjszakát!